Jó estét kívánok, ez itt a Nézőtér, a Gyöngyösi Televízió kulturális műsora. 2021. április 5-én, húsvét hétfőn. A mai adásunkban elsőként a húsvéti szokások és hagyományok nyomába eredünk Pálosné Nagy Rózsával, majd egy húsvéti ablakkereső játékban veszünk részt a Basáron, ezek után pedig a tojásfestészetbe avatjuk be önöket Aszalós Hajnalkával. Tartsanak ma is velem! A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez számos népszokás és hagyomány kötődik, amelyben most Pálosné Nagy Rózsa, nyugalmazott múzeológus avat be minket. Pálosné Nagy Rózsa nyugalmazott múzeológus a mai napi vendégem, akivel a húsvét témakörét járjuk körbe. Üdvözlöm és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm én is. A keresztény egyházak tanítása szerint mit ünneplünk húsvétkor? Húsvétkor Jézus feltámadását ünnepeljük, halálának és a feltámadás ünnepe van tulajdonképpen. A húsvét, ez egy mozgó ünnep, úgy a tavaszi napi egyenlőség utáni, tehát ez március 21-e, utáni holtölte után első vasárnap, akkor van húsvét, tehát úgy számolták ki, és ez március 23-a és április 25-e közötti időszakra esik. A hamvazó szerdával kezdődik tulajdonképpen a nagybőjt, ez 40 napos ez a nagybőjt, és a hamvazó szerda után hamvazó szerdával kezdődik, tehát ilyenkor nagybőjt van, nem szabad húst tenni, és tulajdonképpen az egész 40 napos időszak, ez a nagybőjti időszak, ezt a 7. századtól kezdve tartják ezt a böjtöt, és második Orbán pápa volt az, aki 1091-ben törvénybe iktatta ezt a nagybőjti időszakot. Nagyon az elején nagyon hát szigorú volt a böjt, és tehát nagy, volt olyan, 40-elésnek is nevezik, hogy egyszer, tehát a 40 nap alatt 40-szer ettek, tehát naponta egyszer ettek, de általában három napos böjt volt. Böjt volt a szerda, böjt volt szombat, és böjt volt a péntek is. És háromszor szabad volt enni. A harmadik, tehát azt mondták, hogy nem szabad jól lakni, tehát enni lehet, de nem szabad jól lakni, de csak háromszor, reggel, délben és este. Ez az évszázadok során ez enyhült, és tulajdonképpen most már inkább csak a hamvazó szerda az igazi, tehát az a legnagyobb böjt, és a nagypéntek. A nagybőjti időszakban még a pénteket is böjtnek tartották, hát van, aki betartja, van, aki nem. De nem csak a évszázadok során, hanem területenként is változó volt a böjtölés, hogy ki hogy böjtöl. Ki hogy böjtöl, igen. És akkor ez a böjti időszak egészen húsvét szombatjáig tartott, húsvét szombat, ugye amikor Krisztus feltámad, tehát akkor túl már lehet a húst is enni, de voltak olyan családok, akik a nagybőjt idején, tehát a kezdete előtt kisúrolták a fazekat, abba vagy azokat az edényeket, amiket használtak a főzéshez, hamuval kisúrolták, és egész 40 nap alatt csak ebben az edényben főzhettek. Nagypénteken akkor nem is nagyon főztek, tehát csütörtökön volt olyan hely, ahol nem nyújtották be a sparheltot, tehát nem főztek, és nagy csütörtökön, még ezt, a nagy csütörtököt tulajdonképpen zöld csütörtöknek is nevezik, mert ilyenkor zöld főzelékeket, spenótot, sóskát, salátát ettek, és másnap például nálunk a nagypénteki ebédre
savanyú káposztát csinált az édesanyám, savanyú káposzta, rá karikázott hagymát, vörös hagymát vagy lila hagymát, annak a tetejére főtt tojás, karikázott, és terítette savanyú káposztával, meglocsolta olajjal, és ez volt az ebédünk nagypénteken, nagyon finom volt. Ugye azt említette, hogy a nagybőjt az hamvazó szerdával kezdődik el. Mit ünneplünk hamvazó szerdán? Hamvazó szerdán a hamvaszkodás van tulajdonképpen, hogy égetnek előző évben ilyen szent barkát égettek, és annak a hamvával tulajdonképpen a templomba a nagymise, illetve a mise után a porból lettél és porrá leszel, mondja a pap, és keresztet ezzel a hamuval, keresztet rajzol a hívők homlokára. Tehát a születés, a feltámadás tulajdonképpen. És erre készülünk a nagybőjtben egész időszak alatt. Ilyenkor a házakat is megtisztítják az emberek, tehát meszelnek, takarítanak, tehát a portát rendbe hozzák, de nem csak ugye a házat kell kimeszelni, hanem lélekben is föl kell készülni, és misékre járnak, és így készülnek a feltámadásra. Húsvét előtti hét az a nagy hét, ugye? Igen. Mikor kezdődik, és meddig tart a nagy hét? Hát a virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásával kezdődik, amikor ugye pálmaágat szenteltek, de nálunk, mivel nincsen ugye pálma, ezért barkát szentelnek, és a szentelt barkát, tehát a mise után megszentelik, hazaviszik, és a szentelt barkának varázserőt tulajdonítanak, beviszik a házba, és akkor azt mondják, hogy az egészség, tehát egészséges emberek lesznek, vagy kirakják a kapu félfára, kitűzik a barkát azért, hogy a villámlástól is megmentsék vagy a házat, vagy pedig az istálóhoz oda is fölrakják, és ott meg, hogy az állatokat is védjék. És ez a tulajdonképpen ez a húsvéti ünnepkör, ez kezdődik virágvasárnap, ott van még ugye húsvét vasárnap, húsvét hétfő, és a következő vasárnap, fehér vasárnap, azzal zárul a húsvéti ünnepkör. Milyen népszokások kapcsolódnak még nagypéntekhez és nagycsütörtökhöz? Nagypénteket ugye mondtam, hogy nem lehet húst tenni, nem lehet zsírosat enni. A nagycsütörtökön a zöld zöldségek evése, tehát azt főztek, valamint ugye nagyon nem lehet elkülöníteni a népszokást az egyházi szokásoktól. Itt ugye a harangok megszűnnek, tehát nem harangoznak nagy csütörtökön, egészen Jézus feltámadásáig, és a másik pedig, hogy a páp, Jézus annak idején, ez volt az utolsó vacsora, és Jézus az apostolok lábát megmosta, és manapság a pápa 12 papnak, szerzetesnek a lábát is megmossa. Vasárnap, tehát vannak még ilyen, hogy stációkra fölmennek minden, ez nagy szombaton van, minden keresztnél a településen, ahány kereszt van, oda elzarándokolnak, elmennek és imádkoznak, vagy a határkerülés, ez szombat, nagy szombat, este, éjszaka, vagy hajnal, vasárnap hajnalba elmennek, és körbejárják a határt, és megnézik, hogy hol van az a határkő, és akkor van olyan, hogy ha fiatalok, tehát először vannak ilyen határjáráson, akkor ráfektetik a kőre, és megvesszőzik azért, hogy még öreg korában is tudja, emlékezzen rá, hogy hol van annak a településnek a határa. Vasárnap
ételszentelés van, a nagy misére elviszik kosárba. Ez a húsvét vasárnap. Húsvét vasárnap. Nagy, a kosárba beletesznek bárányhúst, tojást, sonkát, kalácsot, és szép hímezett terítővel leterítik, és elviszik, hogy megszentelje a pap, és hazaviszik, és akkor a szentelt sonka csontját, azt fölakasztják a gyümölcsfára, azért, hogy bőtermés legyen. A szentelt kenyér vagy kalácsnak a morzsáját összeszedik, és kiviszik a földekre, és ott kereszt alakba szórják szét, azért, hogy a verebek, illetve a madarak ne bántsák a magokat, ne szedjék ki, és a termés pedig jó legyen. És akkor húsvét hétfőre pedig a locsolkodás, itt is a tojásfestés, a tojásfestés már azt a munkát lehet pénteken, semmi mást nem, tehát a dolog tiltó nap a nagypéntek, hogy a tojást festik a lányos háznál, ugye, és várják majd a locsolkodókat. Hétfőn piros tojást, régen hagymahéjjal festették meg a tojásokat, hát most már aztán mindenféle van a karcolástól kezdve a méviaszon át, a patkolásig. Sok technika létezik. Igen. Erre. És hogyan került a magyar népszokások közé a locsolkodás? Ez egy kimondottan magyar szokás. Igenis magyar szokás. Tulajdonképpen a locsolkodásnak tehát hova nyúlik vissza, Krisztus sírjához, mikor elmentek az asszonyok megnézni a Krisztus sírját, akkor látták, hogy üres. És elkezdtek örülni, hogy Krisztus feltámadt, és jajongtak, és kiabáltak, és a római katonák azok vízzel locsolták le ezeket az asszonyokat, hogy ne kiabáljanak. Különben nagypénteken szokásban volt még, hogy fiatal lányok hajnalba kimennek a patakhoz, és patakvízzel megmosakodnak, hogy szépek legyenek, és termékenyek legyenek. És ugyanez, tehát ez jött, hogy a locsolkodás először vízzel, és utána később a 20. század elején akkor már szagos vízzel locsoltak a fiúk, legények. Hétfőn általában a legények már korán elmentek a lányosházhoz, tehát csapatokba verődtek, és elmentek a lányosházhoz, és ott hát elég drasztikus locsolkodás volt, mert volt, hogy vödör vizet öntöttek, vagy kivitték a vájúhoz, az itatóhoz, vagy ha patak volt a közelben, akkor abba merítették be. De a 20. század elején a törvény megtiltotta ezt, mert nagyon sok lány megfázott, és tüdő betegséget kapott, és esetleg meg is halt. Tehát most már csak vízzel azért van, hogy lelocsolják otthon az udvaron. Szifonnal mondjuk, igen. Rázúdítanak egy vödör vizet, de utána rögtön ugye átöltözik, és akkor úgy talán nem fázik meg. Ilyenkor a legényeket megkínálták sonkával, borral, tojással, mindenki párosával adták a tojást, mindenkinek kettő-kettő tojást adtak, és utána mentek a következő lányosházhoz. A kisgyerekek, a kicsik nem mehettek a legényekkel, a kisgyerekek először elmentek a keresztanyjukhoz, ott köszöntőt mondtak, húsvéti köszöntőt, és a kereszt anyától kaptak ilyen szagos vizet. Először még a kezdetén szappant áztattak, és azzal a vízzel, mert a szappan az illatos volt, és ezzel locsoltak, később aztán a boltokba vásároltak kölni vizet, és akkor azzal locsoltak a kisebb gyerekek. És hogyan került a húsvéti ünnepkörbe a nyúl motívuma? Hát a nyúl a szapora, és a
tojás is az újjászületés, a nyúl is a szaporaság szimbóluma, ezért hát németektől jött ez, elhallás volt állítólag, mert ugye a nyúl nem tojik tojást, a kender, nem a milyen tyúk már, a gyöngytyúknak a neve németbe ugyan, tehát nagyon hasonlít a nyúlhoz, a nyúl német nevéhez, és tehát ez az elhallás volt az, hogy a nyuszi hozza a tojást, de lehet, hogy a nyúl, mivel szapora, ezért gondolták azt, hogy... És ja, még van egy húsvét hétfőn egy szokás, a komatálküldés. Ez, hogyha ilyen, vagy a mátkatál, a lányok mátkatálat küldenek, a fiúk komatálat, hogyha barátságot akarnak kötni az egyik fiú a másikkal, akkor húsvétkor egy tálat megtöltenek sonkával, tojással, borral, és ezt elküldik egy valakivel, mondjuk egy rokon gyerekkel, elküldik ahhoz, akivel barátságot akarnak kötni, és akkor ugye van, hogy komatálat hoztam, meg is aranyoztam, szív küldi komának, koma küldi komának. Igen, ez és a gyerekmondók a gyerekben. És akkor ez innen van, és akkor elmondják, hogy ki küldte, ha leültették aki a vivőt, akkor az azt jelenti, hogy elfogadják a barátságot, és egész életükbe barátok lesznek, úgyhogy tehát meghívják egymást keresztszülőknek is, de lehet komatálat küldeni mondjuk a lánynak is. És hogyha a lány elfogadja, akkor attól kezdve egy párt alkotnak. Vagy a lányok mátkatálat küldenek egymásnak, itt is tehát, hogy mátkaságot fogadnak, és ez is ugyanúgy, mint a komaság, egész életüket végigkíséri. Sőt, a lányok öreg mátkának hívják egymás édesanyját. És hogyan kapcsolódnak a húsvéti versek? Hogyan jöttek a húsvéti versek? Hát valamit kell mondani, ugye, mint amikor, hát nem csak azt, hogy húsvétkor, tudom én, Isten éltesse a gazdákat, én most szeretnék felolvasni egy igen, egy Rózsa hozott is nekünk egy verset. Igen, én hoztam. Azt mondja, hogy ma van húsvét napja, második hajnala, melyben szokott járni az ifjak tábora. Serkenj fel ágyadból, cifra nyoszajádból, add ki hímesedet aranykosaradból. Add ki most szaporán, ne késsünk sokáig, hogy a mi seregünk mehessen tovább is. Hogyha belőle bár kettőt-kettőt kapunk, finom rózsavízzel szépen meglocsolunk. De hát nagyon sok locsolóvers született az idők folyamán, úgyhogy ezzel járnak locsolkodni a legények. Köszönjük, hogy Rózsa itt volt velünk, és beavatott minket a húsvét ünnepkörében, megismertük egy kicsit mélyebben is, hogy tulajdonképpen miről is szól ez az ünnepkör. Én is köszönöm, hogy meghallgattak. És nem sok locsolót kívánok most, hanem nyugodt, békés húsvéti ünnepeket. Igen, igen, igen. Igen. Kidíszített húsvéti ablakokat kereshettek a nagy héten az abasáriak. A közösségépítő játékot a Sári Közösségi Ház indította el. Közösségi oldalukon minden nap megosztottak egy ablakrészletet, amiből ki kellett találni, hogy melyik helyi házról van szó. A helyszínen pedig pecséttel igazolhatták, hogy meg is találták azt. Csapatokba verődve kerekeznek a gyerekek Abasár utcáin. Díszes húsvéti ablakokat keresnek. Ha megtalálják az aznapi házat, a kerítésen elhelyezett pecséttel igazolják, hogy ott jártak. És ki? És akkor? Teszünk egy pecsétet, jó? A gyerekek nagyon élvezték a játékot. Dekorálás az nagyon szép. A első ablakot egy barátunkkal találtuk meg, és ez a második ház nagyon tetszik nekem. Jó, el van rejtve. A játék vasárnap kezdődött, és húsvét vasárnapig tartott.
A Sári Közösségi Ház közösségi oldalán segítségként minden nap megosztott pár képet és információt, hogy a játékban résztvevők merre keresik az adott napi házat. Az ötlet az onnan jött, hogy az NMI az meghirdetett egy konferenciát, országos konferencia, minden héten szerdán tartják, és az egész országban az összes rendezvényszervező csatlakozott ez a konferenciához, itt osztjuk meg egymással a különböző ötleteket, hogy hogyan lehetne áthidalni ezt az online rendszert, hogyan lehetne a közösséget építeni. Egy szomszédos településen rendeztek egy olyan rendezvényt, programot, amelyben farsangi bábút rejtettek el a faluba, és innen jött ez az ötlet, végig gondolva, hogy hogyan lehet ezt adaptálni a húsvétra. És megfordult a fejembe, hogy mi lenne, ha mi nem valami húsvéti tojást dugdosnánk el, hanem a hagyományra építve megkérnénk a faluban 8 anyukát, édesanyát, nagymamát, hogy díszítsék fel húsvéti motívumokkal, vagy az ablakaikat, vagy a kerti kaput, vagy a ház előtt a területet, és nagyon meglepő volt, hogy milyen lelkesen csatlakoztak ehhez. Egy órán belül mind a 8 anyuka megvolt. Utána titoktartást kértünk, mert senki nem tudhatja a faluba, hogy melyik az a 8 ablak, mert ez a rejtvény benne, hogy minden nap fölteszem, hogy a másnapi ablakot azt nem, hogy hol találják, csak hogy körülbelül hol találják, adok hozzá egy kis utasítást, például, hogy 2 magánhangzó van a címben, vagy milyen messze van a templomtól, vagy a főúttól délre található, hogy körülbelül tudják azért ebben a nagy faluban, hogy merre induljanak el, és utána hozzácsatolom azokat a képeket, amelyeket megkaptunk, és ez alapján kell megtalálni. Mikor a résztvevők, családok, anyukák, apukák elindulnak a faluban megkeresni, és megtalálják, akkor mindenkinek van egy pecsétgyűjtő füzete, amit tőlünk kaptak, vagy online letöltöttek, és a ház elé ki van rakva egy kicsike pecsét, és aznap azzal a pecséttel oda kell pecsételni arra a napra, és ezzel igazolják, hogy ők itt jártak, és megtalálták ezt a házat. Valamint szelfikkel is szokták igazolni, amit én nagyon boldogan fogadok, mert azt föltesszük a Facebook oldalunkra, és látszik rajtuk, hogy örültek neki, hogy megtalálták, és részt vettek ebben a játékban. Minden nap másik házat kellett megkeresni, és minden nap másik pecséttel kellett ezt igazolni. Azoknak pedig, akik az összes pecsétet összegyűjtötték, a nyeremény sem marad el. Sok selfie is készült, ami azt bizonyítja, hogy népszerű volt a húsvéti ablakkereső játék a Basáron. A tojásfestés az egész világon ismert népszokás. A tojás a termékenységnek és az újjászületésnek a legősibb jelképe. Fontos szerepe van a húsvéti étkezésben is, de a tojás színezése régre nyúlik vissza. Következő vendégem Aszalós Hajnalka iparművész, aki megmutatja nekünk, hogy hogyan készül el egy szecessziós tojás. Aszalós Hajnalka iparművész, köszöntöm a stúdióban, aki most betelepült ide hozzánk. Szia Hajni, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm, hogy itt lehetek, és hogy meghívtatok ide a stúdióba. Mióta foglalkozol tojásfestéssel, és hogy jött neked ez a szenvedély? Az édesanyám porcelánfestészetet tanult, Herendi mesterei voltak, én pedig tőle tanultam meg ezt a nagyon szép mesterséget, és Szegeden alapítottuk a stúdiónkat, 2 egyéni művészként dolgoztunk nagyon hosszú ideig, és ebből nőtte ki magát a kézműves munkák is, amivel bővítettük a palettánkat. Elsősorban természetes anyagokra dolgozom, leginkább baliva tojást részesítem előnyben, mert ennek a fehér felete hasonlít a porcelánra, és kicsit nagyobb is, úgyhogy lehet rá alkotni. De hoztam stucc tojásokat, van néhány tyúk tojás és néhány fa tojás is itt az asztalon. Különböző stílusokban alkotsz, mit kell tudni ezekről a stílusokról? A fő stílus irányunk az mindig, és az enyém is a szecesszió volt, mert ez nagyon játékos és szabad stílus. De az évek során rendezvények alkalmanként és egyéb vonatkozások miatt így több népművészeti elemet is feldolgoztunk, nyilván a magyar népművészeti elemekből. Itt látható például a kalocsai, a Richelieu-s áttört mintával foglalva.
akkor a kék festőre emlékeztető tojások szintén népművészeti hagyományokat elevenítenek fel, csak egy kicsit modernebb köntösben, és hát van néhány ilyen humoros, vicces hangulatú tojásom is, mint a baglyók, a kacsák, az egér a gombán és hasonlók. És hoztál is különböző fázisaiban elkészített liba tojást, amin meg fogod nekünk mutatni, hogy hogy is alkottál. Így van, az volt a feladat, hogy fejezzek be egy tojást, de az egy kicsit hosszú lenne, úgyhogy nem férne bele az időbe, ezért részleteiben több fázisban kidolgoztam a tojásokat, és itt így mindenből meg tudok, minden folyamatból meg tudok mutatni egy kicsit. Mi az első fázis akkor? Az első az az, hogy kirajzolom ceruzával a tojás felületére a tervet, magát. Akkor mindjárt mutatom is. Ez egy időigényes folyamat. Igen, azért, bár a tervezés az viszonylag a gyors folyamatok közé tartozik, de nem rajzolom végig ki, hanem mutatok egy kész rajzot, és akkor talán így több mindenre fog jutni idő. Mennyi idő, mire elkészül nálad egy ilyen tojás? Ez dekortól is, tehát mintától is függ, de hát amiket itt láthatunk, ez körülbelül egy nap alatt azért kész van, tehát a nap alatt 8 órás munkaidőt értem. Úgyhogy mutatom is a következő tehát az fázist, az első a rajz. Tehát körülbelül így néz ki egy terv, hogyha kirajzolom. A következő munkafázis az az, hogy színenként szoktam dolgozni. Ezek akrilfestékkel vannak festve, mert gyorsabban szárad, mint az olaj például. És az első folyamat az az, hogy kirajzolom, vagy kifestem a ezeket a színeket, tetejét és az alját. Tehát ami egységes szín? Nem egységes, hogy mert hogyha most itt látod előttem, itt van 4 festék, és konkrétan ebből a 4-ből áll össze az a kis minta. Tehát ez a minta, amit az látunk. A minta, amit látunk, az 4 színből áll össze. Így van. Tényleg látok benne egy kis bronzos színt. Ezt árnyalt festészetnek hívják, ezt a fajta technikát, ami a porcelán festészetben is alkalmaznak. Tehát az akril festékeket összekevered, összedolgozod, illetve? Igen, hát, egy kicsit fölkeverem egy palettán, hogy lazább legyen a festék álloga, és rakok bele egy kevés vizet, hogy könnyebben lehessen vele dolgozni. Aztán papíron lehúzom, mielőtt folytatnám. A harmadik szín az egyébként a kihúzáshoz kell, tehát maga az árnyalás, az 3 szín lesz. És ezeket a motivumokat egyébként a te fantáziavilágodból alkotod meg, vagy találsz előtte képeket, rajzokat a neten, és azokat követed le? Ezek most a műhelyemnek a fal dekorációinak a tervei gyakorlatilag. Egyébként szilvavirágok, csak nálam különböző színekbe, háttérbe lesz vele foglalva. És akkor egy ilyen ecsettel? Egy ecsettel fölveszem a színt. És akkor az első az az, hogy lealapozom. Ez azt jelenti, hogy a mintát ezzel a színnel kihúzom. Most ez egy kicsit nedves lett, úgyhogy nyugodtan többet is áthúzhatok. Azért türelem is kell ehhez hajni, nem? Hát ha már türelem kell valamihez, akkor ezt nem szereted. Gondolom a tévés feladatok és a riporter
kedés is nagyon sok háttérmunkával és egyéb dologgal jár. Úgyhogy az biztos, biztos vagyok benne, hogy nem csak pár órás elfoglaltság. Bizony, na de azért amikor jöttél, mondtad, hogy remeg a kezem, tehát hogy például ezt nem is lehet akkor remegő kézzel csinálni. Hát nem nagyon. És akkor miket, milyen taktikákat alkalmazol, hogy megállítsd a kézre megest? Zenét hallgatok. Zenét? Nagyon sok zenét hallgatok, jó hangosan. Általában van egy olyan 200 számból összeállított kis műsorom, amit a párom nagyon hamar meg is un. De akkor oldja a feszültséget, működik nálam. Igen, határozottan működik nálam. Nagyon érdekesek ezek a kis vicces, humoros egérkék és egyéb állatkák. Nekem ezek is nagyon tetszenek. Imádom a gombát, ez egy visszatérő elem nálam. Hogy jött nálad ez a kicsit mókás, festészeti stílus? Úgy gondoltam, hogy a húsvétba kell egy kis vidámság is, mert nagyon sokszor a buliról is szól, és ezt próbáltam visszaadni, úgyhogy ezért kerestem olyan jellegű témákat, amik úgy gondoltam, hogy illeszkedik a húsvéthoz, és mosolyt tud csalni az emberek arcára. Én amikor legelőször az interneten megnéztem a munkáidat, akkor én rögtön megjegyeztem, hogy végre valaki, aki humorosan közelíti meg ezt a tojásfestészetet, és nem csak a hagyományos elemeket használja, persze tiszteletben tartva a hagyományos díszítő elemeket is, és folyamatokat, de hogy kilépsz egy picit ebből a hagyományos útból, és újítasz. Sosem szerettem a megkötöttségeket, valószínűleg a fő stílus irány is, amiben dolgozom, az is mutatja ezt, mert a művészet az annyira szabad, hogy nem jó szabályok szerint alkotni. Úgyhogy talán egy kicsit ez is belejátszott, valamint az is, hogy szerettem volna visszaadni egy kicsit a porcelánok hangulatát is, amiben dolgozom, ezeken a tojásokon. Bár azokon nem csináltam még egeret, sosem. Hát mutassuk meg még a többi fázisát a tojásnak. Ez így alakulgat. Így alakulgat, és akkor miután ez kész van, utána ismét újabb színeket veszek elő, és megcsináltam a szárazást. Gyakorlatilag ami összefogja a virágokat és a leveleket. Utána pedig jönnek a virágok kidolgozása. Ez is árnyékolva? Igen, itt már több szín van, tehát itt már egy 5-6 szint használok ahhoz, hogy ki tudjam hozni ezeket az árnyalatokat. Ezen két fázist is be tudok mutatni, mert itt már itt vannak a levelek. És az alján és a tetején át van húzva az a negyedik színnel, amitről beszéltem az elején. És a legutolsó, ami és már akkor kész a legutolsó, van. Ami már teljesen kész van, ahol még az árnyalatokat kiemeltem egy kis kontúrral. Szuper, és erre még gyöngy is kerül, azzal így zárod van. Le a két végét, azzal ugye? Zárom le a két végét, hogy gyöngy is kerül rá. Úgyhogy ezeket a gyöngyöket szoktam felhasználni rá, és egy kis cérnát, hogy eltakarjam a két lukat, amit egyébként gravírfúróval szoktak kifúrni, de én többnyire vásárolom ezeket a tojásokat. Szuper, Hajni, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és bemutattad ezt nekünk, és én kellemes húsvétet kívánok. És kellemes húsvétet kívánok neked és a nézőinknek is. Ennyi volt már a Nézőtér, hogyha bármiről lemaradtak volna, műsoraink visszanézhetőek a YouTube csatornánkon. Hogyha pedig témajavaslatuk van, azt a szerkesztőség kukac.gyöngyöstv.hu címre várom. Egy hét múlva találkozunk ismét, addig is vigyázzanak magukra és egymásra. További szép hetet kívánok, a viszontlátásra!